Nagyon hosszú volt tényleg ez a 2 hét, mivel Törökországból utaztunk haza, hétfőn értünk haza, kedden egy edzés, szerdán már mentünk mérkőzésre. Hál' Istennek jól sikerült ez a mérkőzés, úgy gondolom az mindenkit feltöltött egy kicsit, és most teljes gőzelővel készülünk a következő mérkőzésre. Most ezen a héten nem volt idő, és nincs idő arra, hogy pihenjünk, kicsit beleüljünk, szóval teljes koncentrációban vagyunk. Nagyon jó játékosaik vannak, külön-külön egyénileg olyan játékosok alkotják ezt a csapatot, hogy nagyon nehéz lesz a dolgunk. Tényleg próbáljuk a kedvenc dolgaikat elvenni, próbálunk irányítani a mérkőzésen, és nagyon fontos lesz most itt a védekezés számunkra, hogy ne tudják azt csinálni, amit ők akarnak, és amit a legjobban tudnak. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket össze tudjuk szedni, rendbe tudjuk rakni, és tényleg működni fog minden, akkor itt 2 ponttal fogjuk zárni ezt a mérkőzést. Úgy hallottam, hogy még 400 jegy szabad. Nagyon remélem, hogy ez a 400 is el fog fogyni, hiszen nagyon nagy szükségünk van a szurkolók támogatására. Mindenki tudja, hogy ez egy iszonyatosan fontos mérkőzés, és tényleg minél többen vannak velünk, annál könnyebb helyzetünk lehet.